Nagyon sok olyan baktérium van, ami ellen nincs hatásos antibiotikum, bizonyos antibiotikumok pedig a túlfogyasztás miatt egyre kevésbé hatásosak. Az orvosoknak kevesebb antibiotikumot kellene felírniuk, a betegeknek pedig tudatosabban kellene szedniük a gyógyszereket. Az antibiotikumok olyan gyógyszerek, amelyek a szervezetben megtelepedett baktériumokat elpusztítják, a bakteriális fertőzések kezelésére és megelőzésére is használják. A legismertebb antibiotikumot Alexander Fleming 1928-ban fedezte fel. A penicillin hozzájárult a II. Világháború alatt a sebek okozta elfertőződések megelőzéséhez. A penicillinnel megkezdődött az antibiotikumok fénykora, azaz sok különböző antibiotikumok felfedezése indult el, legtöbbjük természetes anyagokon alapul. Már az 1980-as évekre több mint 8000 antibiotikus hatású anyagot ismertek, de ezek közül ma is csak 8-10 különböző hatóanyagú készítményből több százféle gyógyszer van forgalomban. Egyébként is probléma, hogy az orvosok túl sok antibiotikumot írnak fel, és elindultak azok az irányzatok, amelyek az antibiotikumokat csak végső szükség esetén ajánlják. Az antibiotikumoknak nagyon sok mellékhatása is lehet, amiről szinte mindenki hallott, így, hogy a penicillinre nagyon sokan allergiásak, és ilyenkor akár anafilaxiás sokkot kaphatnak, aminek nagyon súlyos következményei vannak. Ezért minden antibiotikum vényköteles. A másik, hogy az antibiotikumoknak a hatásspektruma nagyon eltérő. Van, amelyik az egyik félére, van, amelyik más típusú kórokozókra hatásos. Ezért nagyon fontos, hogy egy adott betegség tudjuk, hogy milyen kórokozók fordulnak elő leggyakrabban, és olyan antibiotikumot válaszunk, ami hatásos lesz, tehát a beteg gyorsan meggyógyul. Az antibiotikumokat végig kell szedni, ez aranyszabály. A rossz szedésnél, amikor nem megfelelő ideig alkalmazunk egy készítményt, egyre gyakrabban előfordul, hogy rezisztencia alakul ki. Ez azt jelenti, hogy hiába szedjük be az antibiotikumot, a kórokozó ki tudott fejleszteni olyan hatásmechanizmusokat, hogy kiüríti a szervezetből, hatástalan lesz az antibiotikum, nem fogunk meggyógyulni, és egy erősebb, újabb készítménnyel lehet csak ugyanazt a gyógyulást elérni. Ezáltal sokkal drágább terápiát kell alkalmazni, és sajnos már nagyon sok olyan baktérium van, ami ellen jelenleg nincs hatásos antibiotikum. Ha túl sok antibiotikumot szedünk, a meglévő készítmények hatásfoka is csökken, ezért például a régen használt gyógyszerek manapság ismét hatásosabbak lehetnek bizonyos fertőzések kezelésében. Köszöntöm a stúdióban dr. Farkas Anikót, infektológus főorvost, jó estét kívánok! Jó estét, én is köszöntöm a nézőket. Főorvos asszony, milyen veszélyei vannak az antibiotikum túlfogyasztásának, azon túl, hogy nem lesz hatásos bizonyos baktériumokra az adott antibiotikum? Hát régebben a többi betegnél tapasztaltuk, hogy a túlfogyasztásnak folytán rezisztens ellenálló baktériumok szelektálódnak, mert általában nem teljesen új baktériumok jönnek létre, hanem a óriási genetikai változékonyság és a gyors szaporodás miatt állandóan mutánsok keletkeznek, és ebből az antibiotikumok szelektálják ki az ellenállókat, tehát hogy a környezet számára egy-egy kórházi osztályon ezek a környezetbe kikerült kórokozók már olyan fertőzést okoznak, amire más gyógyszert kell használni. Viszont ez a kiválogatódás, ez a betegben is létrejöhet, tehát ma már az adott beteg esetén is észleljük, hogyha ismételten nem megfelelő adagolású antibiotikumot kap, akkor az ő bélflórájában vagy bőrfelületén is kiválogatódnak ellenálló baktériumok, tehát az ő számára sem marad olyan sok antibiotikum, amiből jól lehet választani, ami az ő számára a legkevésbé mérgező. Másrészt pedig a normál flórában, elsősorban a bélben, a felső légutakban, valamint a bőrön levő baktériumok összetétele is megváltozik. Ennek a legsúlyosabb következménye, amikor hasmenés lép fele miatt.
Ezek a közvetlen hatásai az antibiotikum túlfogyasztásának, de a környezetbe kikerülve az antibiotikumok megint csak igen súlyos negatív hatásokat tudnak gyakorolni. Hát ugye ezt másodlagosan a ellenálló baktériumoknak a megjelenését egyrészt a haszonállatok között is tapasztaljuk, másrészt pedig akár a vadon élő állatokban is detektálták, tehát olyan mértékű a baktérium, vagy amik hatékony lebomló anyagoknak a mértéke, amik hatnak a baktérium összetételre a környezetben, hogy ilyen változások is felléphetnek. Magyarország hol tart antibiotikum fogyasztásban, nemzetközi összehasonlításban? Európai szinten évente kiadják az antibiotikum felhasználásnak a trendjeit tartalmazó statisztikákat. Itt Magyarország nem lenne rossz helyen, mivel az alsó harmadban van, tehát a 100 000 lakosra történő antibiotikum felhasználást veszik itt alapul. Viszont, hogyha azokat a fertőzéseket nézzük, amik ezzel a nem megfelelő használattal kapcsolatosak, az ellenálló baktériumok arányát a vérben, a egyes baktérium fajok között, amik főleg az emberek fertőzéseit okozzák, vagy a Clostridium difficile fertőzést, ami a megváltozott bérflóra miatt alakul ki. Itt már a leggyakoribb fertőzések, illetve Magyarország a élmezőnyhöz tartozik. Milyen pontokon, milyen szinteken lehetne ebbe beavatkozni, hogy ezt a folyamatot meg tudjuk fékezni? Hát itt mindenkinek a részvételére szükség van, hiszen az antibiotikumok olyan kincset jelentenek az emberiség számára, ami nem csak egyes nagy fertőzéseket, járványokat tudott megfékezni, hanem azoknak a bonyolult kórházi beavatkozásoknak, műtéteknek az alapját is megteremti, amikor átmenetileg kell védeni az embert a fertőzések ellen. Általában ugye mindenki tudja, hogyha egy bélműtétre kerül sor, akkor nem csak egy úgynevezett bélmosást, hashajtást csinálnak, hanem kap egy adag antibiotikumot is, hogy a szövetek mélyére került baktériumokat ne tudjanak megtelepedni. Másrészt ugye, amikor a daganat elleni kezelés folyik, vagy egy csontvelő átültetés, akkor is nagyon legyengül az ember immunrendszere, és ilyenkor használjuk az antibiotikumokat. És akkor hol lehet beavatkozni? Hát ugye minden szinten, tehát mindenki, aki alkalmazza az antibiotikumot, és ugye itt a folyamatot kell végignézni, tehát a beteget, aki idejövőjében fordul fertőzés, vagy annak gyanúja esetén orvoshoz, és nyilván akinek egy daganatos betegsége van, gyengült immunrendszer, annak hamarabb kell orvoshoz fordulnia, hogy idejében kezdjük a leghatékonyabb antibiotikumot. Aztán ugye jön az orvos, aki mérlegeli, hogy az adott fertőzés hol zajlik, erre mi a leghatékonyabb antibiotikum, erre nyilván jó, hogyha állnak rendelkezésre protokollok, és ugye itt egy régió nagyon számít, mert nem ugyanaz a baktérium okoz egy fertőzés, mondjuk egy orbáncot, hogyha valaki nem járt kórházban, vagy hogyha van egy meglévő lábszárfekélye, és erre kell antibiotikumot választani. Ugye itt mikrobiológiai mintát is érdemes venni, hogyha megvan a kórokozó, arra azt tudjuk adni, ami a bélflóra számára is a legelőnyösebb, és aztán ugye ott van a gyógyszerész, aki segít a betegnek abban, hogy felhívja a figyelmét, ha hasmenés lép fel például, akkor mire kell vigyázni, vissza kell menni az orvoshoz, aki felírta a gyógyszert, és másikat választani, illetve ugye a beteg, hogy ő is betartsa utasításokat, illetve mi kórházi szinten figyeljük az egyes osztályoknak az antibiotikum felhasználását,
és hát rendszeresen viziteken is részt veszünk, hogy segítsük, hogy a legmegfelelőbb antibiotikumot válasszák, különösen olyan esetekben, amikor egy-egy beteg a súlyos fertőzés vagy alapbetegség miatt egyik osztályról a másikra átkerül. Dr. Farkas Anikó, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm szépen.